Richard Wagner a 10-es és 20-as évek Európájának művészet életében egy kulcs szerepet vitt. Berlinben alapította Der Sturm nevű lapját, és röviddel utána egy azonos című galériát is létrehozott, ahol a korabeli Európa minden jelentős modern művésze megfordult. Szerencsénkre és Seiber szerencséjére is 1923 elén Budapestre látogatott, és tartott három előadást az expresszionista zenéről, az irodalomról és a képzőművészetről is. Ellátogatott akkor Budapest fontosabb galériáiba és művészek műtermeibe is, és így akadt rá Seiber Hugóra is, akit azonnal meghívott Berlinbe. 1924 elején ez a látogatás meg is történt, Seiber rögtön egy nagyobb anyaggal kiállításon vett részt a Der Sturm galériába, sőt, számos portrét készített jelentős német közéleti személyiségekről, és gyakorlatilag hatalmas sikert aratott. Waldemben felmerült az is, hogy egy külön Seiber mappát hoz létre, Seiber rajzainak sokszorosításával, és ezeket piacra dobja, sajnos ez később nem valósult meg. Seiber számára az elkövetkező 5 év idilli környezetben zajlott, az előző időszakhoz képest feltétlenül, mert néhány hónapig tartó berlini utazásait Walden finanszírozta, gáláns zseppénzt is adott neki mindig, úgyhogy ez az időszak az egyik legtermékenyebb lehetett az egész életműben. Nagyon nagy szerencsétlenség, hogy a berlini kiállításokon szerepelt művek többsége azonban nem bukkant elő. Ezek feltehetően nyugat-európai vagy amerikai magángyűjteményekbe lappanganak, csak néhány olyan fontos és reprezentatív mű került elő, mint éppen a mögöttem látható Villamoson című kép, ami azt mutatja, hogy milyen látványos, milyen nagyméretű és milyen reprezentatív művek születtek ekkor, és melyek azok, amik igazán hiányoznak a Seiber életműből.